Zsófia nevű lányát, és ahogy maga az alkotó fogalmazott, múzsáját már több ízben megörökítette portré festmények formájában Szegedi Attila. A mátészalkai születésű festőművész igen széles spektrumban dolgozik. Az arc és emberábrázoláson kívül a tájképek állnak még közel művészetéhez. Most Nyíregyházán a Kálai gyűjtemény gyűjtötte egy csokorba Szegedi Attila 20 alkotását. A tállat a technika illúziója címet viseli, amely a művész szerint arra utal, hogy a rájellemző realista részletgazdagság talán még a témánál is fontosabb. A csendélet, ami nem igazán fog meg, ezt még nem tudtam így magamba feldolgozni, mi miatt nem. Talán a kihívás, mivel nekem a kihívást jelentő látvány, ami engem megfog, és együtt rezonál a belsőmmel, az nekem rendkívül fontos, és már az iklet abban a pillanatában elkezdek agyalni, elkezdek komponálni. Fotóról dolgozok egyébként, nyersanyagként használom a fotót, aztán átkonvertálom a saját lelkivilágomra, színvilágot csempészek bele, másabbat, mint ami az akkor elkatított fotón van. Aztán ez mind a kedvre épül, tehát ugrálok a tájkép, illetve a portréábrázolás között. A Kálai gyűjteményben már több éves hagyomány, hogy az év elején fiatal, tehetséges Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei művészek alkotásait állítják ki. A kapcsolat kollégám Balogh Józsefen keresztül jött össze, mert hogy ő együtt tanult festészetet Szegedi Attilával. Én a munkásságát ismertem, illetve mátészalkán láttam a kiállítás anyagának egy részét, és mivel a Kálai már 10 éve felvállalta a megyében, városban élő tehetségek, már majdnem profilizmusra hajazó alkotóknak a munkáinak a bemutatását, itt sor került most Szegedi Attila munkáinak a kiállítására is. Úrich Attila Nyíregyháza alpolgármestere a megnyitón úgy fogalmazott, Szegedi Attila alkotásait a technikai precizitás teszi különlegessé a régióban. Akár ha tájképekről beszélünk, nagyon értelműen adják vissza az erdőnek, a különböző tájáknak a világát, de különösen az emberi alakok, amelyek kim voltak, vagy kim vannak a falon, mutatják azt, hogy Szegedi Attila igen tehetséges művész, mert embert nagyon nehéz festeni, nagyon nehéz visszaadni épp azt a momentumot, azt a világot, amit ő láttatni akar a képeink keresztül. A Kálai gyűjtemény pedig, amely tavaly 30 éves volt, nagyon sikeres évet zárhatott le. Lényegében az eddigi 30 éves működése alatt a legtöbb látogatót vonzotta be a házba. A Szegedi Attila festményeiből nyílt kiállítás egészen február 29-ig látogatható Nyíregyházán, a Kálai gyűjteményben.